Akkor most következzen Kovács Kvi István. Bejött a szorítóba. És működik már a... Ő a DSLR fotometriáról, pontosabban annak a feldolgozásáról fog egy... Inkább az egészről. Az egészről egy érdekes előadást tartani, hogy megmutassuk, hogy mit lehet csinálni a digitális technikával a szép képek gyártásán túl is. Ja, kiállok a képből. Sziasztok! Elég hálátlan feladat így közvetlen ebéd után előadást tartani, mert nyilván mindenki inkább szívesebben aludna, de most... A téma maga az szintén elősegíti majd azt, hogy mindenki bealudjon a végére. Eredetileg a Tamással sokat gondolkodtunk, hogy mi legyen az előadásnak a formája. Mert az utóbbi években nagyon sokan érdeklődtek, hogy hogy lehetne fényességet mérni, különösen változó csillagok esetében a DSLR fényképezőgépekkel. És igazán senki nem... tudja, mert nincsenek korábbi tapasztalatok, és volt ugyan pár éve a Csák Balázsnak egy ilyen bevezető előadása, amin annyit sikerült a Balázsnak bebizonyítani, hogy maga a DSLR fényképezőgépek használhatók ilyen célra. Ez nagyon lelkesítő volt, csak aztán hiányzott utána nagyrészt a tudás, hogy hogyan is kéne ezeket felhasználni. Na most az amerikai változósok, meg észlelők segítségével nagyon nem számíthatunk, mert nekik mondjuk egy uzsonna pénzből kijön egy CCD kamera, ami azért sokkal komolyabb teljesítményekre képes, tehát ők nem foglalkoznak ilyen fényképezőgépekkel. Tehát az egészet nekünk kell valahogy kitalálni, hogy hogy kell ezt csinálni. Most eredetileg gondolkodtunk, hogy az előadás az inkább ilyen kerekasztal legyen, vagy bemutató, vagy tényleges tevékenységet mutatunk be, programok használatát, de aztán mikor a hét elején feldolgoztam az éjszaka készített fényképeket, és rájöttem, hogy a feldolgozás maga körülbelül 2-3 napig elhúzódik, az rájöttem, hogy egy órában az nem fog beleférni. Úgyhogy most inkább csak egy ilyen lelkesítő, vagy éppen lehangoló előadást szeretnék, egy ilyen áttekintő, bevezető előadást. Remélem néhány embert föl fog lelkesíteni. Valószínűleg a többséget pedig örökre elriasztja a hasonló tevékenységtől. A főcímnek azt írtam, hogy szegény ember fotometriája. Ez nyilván történelmi okokból van, mert mindig a csillagászok, amatőr csillagászok is mindig szerették volna megmérni bizonyos objektumok fényességét. És ugye nagyon sokáig a vizuális technika terjedt el, de ez korlátozott pontosságú. Ezt tudjuk, hogy 1/10 magnitudónál pontosabban szabad szemmel, hogyha megreszelem a szemem, akkor se fogok látni. Tehát mindenképp kell valami műszer. Na most korábban 50-es, 60-as években ilyen fotoelektron sokszorozó csöves műszerek voltak. Az amatőr csillagászok számára teljességgel elérhetetlen és használhatatlan technika volt. Később, nem tudom, talán 60-as, 70-es években már megjelentek a CCD eszközök, de ezek nagyon-nagyon drágák. És most így a 2000-es évekre jelent meg egy olyan technológia, ami végre elérhető közelségbe hozza az amatőrök számára azt, hogy nagy pontossággal fényességet mérjenek, és ez a Mojo által előszeretettel kattingatott DSLR fényképezőgé. Na most fotometriáról beszélünk, és néhány képet mutatok arról, hogy mi az, ami a fotometria, és mi az, ami nem az. Ugye nagyon sokan használják szép asztrofotók készítésére már remélhetőleg a DSLR fényképezőgépeket. Ez a, várjál, nekem ez baloldali kép. Ezen egy szép képet látunk, még a, nem, ez jobboldali szemből nézve, és a, mindegy. Nem tudok háttalálni a közönségnek, mert akkor tudnám, hogy melyik oldali. Tehát a jobb oldalon van egy, ezt megkerülöm már, én nem látok. Ez egy nagyon szép, hosszú expozícióval készült galaxis fotó. Most véletlen, hogy éppen egy szupernova keletkezett a képen, de nem ebből a célból készült.
A bal oldalon van két kép, amin a felsőn szintén van egy galaxis, az alsó meg szintén van egy planetáris köd, de ezek nem amiatt készültek, hanem kifejezetten azért, hogy azt a két jelölt objektumnak a fényességét megmérjük. Ha valaki megnézi, hát ezeket a képeket azért mindenki mondhatja, hogy ennél azért jobbat csinálok otthon a sufniba, de ezek nem azért készültek, hogy szépek legyenek. Tehát a fotometria az nem szép képek készítéséről szól, hanem miről. Hogyha valaki asztrofotózik, akkor az az eredménye, hogy lesz egy ilyen szép képe. Mondjuk egy éjszakás fényképezéssel csinált egy ilyen gyönyörű képet. Ha valaki fotometrál, akkor az egész éjszakás és utána a több napi kiértékelés következtében lesz egy pár adat. Ez nem lelkesítő, mert ezt lehet mutogatni, azt is lehet, de annak azért nem sokan szoktak örülni. De hogy még lelkesebbek legyünk, mi van, hogyha ezt sokáig csinálja az ember, akkor sok asztrofotóból kiállítást lehet rendezni. Sok fotometriai eredményből jobb esetben lehet valamilyen fénygörbét fölrajzolni. Hát most megint itt a kérdés, hogy mi a jobb az embernek. Nyilván aki szeret fölvágni, hogy neki volt kiállítása, az nyilván asztrofotózást fogja választani. De hogyha valaki annyira elborult, hogy neki tetszik ez a dolog, hogy valaminek a fényessége változik, akkor annak a fotometria az ideális terep. Itt ez egy magyarázó ábra arra, hogy miért mondtam azt az elején, hogy egy szegény ember fotometriája. Próbáltam összeszedni, hogy milyen fényességmérési módszerek, illetve milyen pontosságú fényességmérések, milyen árkategóriába tartoznak. Hát a alapnak vettem annak idején Hipparchos, ugye magnitudó pontossággal becsülte, ő találta ki a magnitudó skálát, és akkor csak egy magnitudó volt a pontosság. Viszont ez neki teljesen ingyen volt. Nem tudom, hogy kapott-e valami fizetést, tehát biztos nem kapott annak idején. Az pontosan nulla költségű volt. Később, ugye Galilei után rájöttek, hogy lehet távcsővel nézegetni a csillagokat, illetve jóval később, mert 1700-as évek közepén rájöttek arra, hogy van az egy magnitudónál pontosabb érték is, és a tized magnitudó pontosság, amit a vizuális észleléssel el lehet érni, az a második oszlop, hát becsültem egy olyat, hogy 60 ezer forintért már egy olyan távcsövet tudunk venni, ami jól használható vizuális változó csillag megfigyeléseknél. És ha ennél pontosabbat akarok, akkor nem elég a szememet használni. Veszek egy DSLR fényképezőgépet, meg mondjuk egy nagyobb távcsövet, mondjuk egy 20 centis távcsövet, akkor már az egésznek az összege úgy alulról becsülve 400 ezer forintba is megvan. Ez még nem olyan vészesen sok, de ebben már század magnitudó pontosságot el lehet érni. Ha gazdagabban, nem, egy átlagos amerikai állampolgár vagyok, akkor én már megengedhetek magamnak CCD-t, ugyanakkor a távcsővel. Megjegyzem, hogy a pixel szám az kisebb, mint a DSLR-nél, ez egy nagyon érdekes dolog, de ez most nem játszik annyira az árba. Az egy nagyon olcsó CCD kamerával, ugyanakkor a távcső már azért inkább az 1 millió forint körüli összeget. Ezt ma Magyarországon már viszonylag kevesebben engedhetik maguknak meg, pedig azt szeretnénk, ha minden többen foglalkoznának ezzel. És összehasonlításképpen találtam egy adatot, hogy a Kepler előállítás olyan 600 millió dollár körüli összegbe készült. Valószínűleg a tényleges összeg ennél sokkal magasabb volt. A fényességmérés pontossága, én azt olvastam, hogy hivatalosan ennyi, amit látni lehetett a Kepleres fénygörbéknél, az még egy nagyságrenddel jobb ennél. Viszont az látszik, hogy ez már úgy jóval meghaladja a lehetőségeinket, mert nem is tudom, hogy hát 135 milliárd forint, tehát annyit azért most nem nagyon tudnék zsebből elővenni. Ennyi a bevezetés, innentől nagyon erősen technikai jellegű lesz az előadás.
És nézzük meg, hogyha valaki fotometriával szeretne foglalkozni, DSLR fotometriával, de úgy általában is bármilyen fotometriával, mire van szükség hozzá? Hát kell először egy DSLR fényképezőgép, ez elengedhetetlen, kell egy távcső, meg kell egy számítógép, meg egy rakás szoftver hozzá, amivel az ember kiértékeli. Ezt azt hiszem nem is kell kommentálni. Ez a Canon cég legújabb kifejezetten astrofotózásra kifejlesztett fényképezője. Nagyon tanulságos, hogyha az ember ilyenre adja a fejét, akkor iszonyú sok alkatrész kerül elő. Tehát én amikor kimegyek és összeépítem a távcsőt a fényképezőgéppel, akkor végeredményben ilyen hihetetlen kábel dzsungel alakul ki a lábam alatt, úgyhogy időnként ki is rúgom a helyéről őket, tehát nem egy egyszerű foglalkozás. Hát itt úgy nagyon összevettem, hogy körülbelül mik kellenek hozzá. Ezen kívül, ha valakinek nincsen ilyen fényképezőgép, akkor felmerült, hogy melyiket kéne venni. Hát itt nagyon sok paraméter van, hogy milyen fényképezőgéppel érdemes fotometriát végezni. Ami az érdekes dolog szokott, hogy nem a pixel szám. Most ugye fényképezőgépeket mindig úgy adják el, hogy ekkora, ennyi megapixel, és egyre nagyobb számokat mondanak. Valójában fotometriánál ez nem feltétlen előny. Ugye, mert ahogy nőnek a pixel számok, egyre kisebbek lesznek a pixel méretek, egyre kisebb fény jut egy pixelre, és ez valójában inkább hátrányt jelent. Ami viszont előnyt jelent, hogy a digitalizálásnak a bitmélysége az mekkora. A modern, tehát a utóbbi pár évben piacra került DSLR fényképezőgépek, azok már 14 bites HD konverterrel rendelkeznek, ami még mindig nem éri el a hagyományos CCD-nek a 16 bites, újabban már 24 bites konverzióját, de a 14 bit az már elég jó arra, hogy ténylegesen a 1/100 magnitúdot nagy pontossággal tudja mérni. Elvileg a régebbi 12 bites fényképezőgépek is jók arra, de ott már bizonyos trükkökre van szükség, hogy elég legyen. Az árról nem beszélek, az mindenki olyan összeggel vásárol fényképezőgépet, amit megengedhet magának. Másik, hogy szükséges egy távcső. Ezt nem kell ugye ragozni, a távcsőben mindenkinek van, akinek nincs, aznak is van. A fotometriánál kötelező, hogy legyen óramű a távcsőben, tehát Dobson távcsővel nem szívesen ajánlanám a fotometriát, már csak azért is, mert azért nagyon hosszú időn keresztül kell exponálni a géppel. Mindenképpen számítógépes csatlakozás, és egy rakás vezeték a távcső vezérléséhez is. De ezt azt hiszem nem kell magyarázni senkinek, akinek van. Ezen kívül most jön a kellemetlenebb része a dolognak, hogy aki vizuális észlelésre szokott, az mindig megelégszik avval, hogy a vizuális észlelés végén elpakolja a távcsövet, aztán elmegy aludni, vagy dolgozni, hogyha reggel fejezi be. A fotometriánál az észlelés végén kezdődik az igazi élet. Ki kell értékelni a fényképeket, ehhez viszont szoftverekre van szükség. Már a fénykép készítésén is kell, ugye szoftver, mi vezérli a fényképezőt, a távcsövet, kiolvassa a képeket, eltárolja a képeket, és ugyan a feldolgozás az meg még külön szoftverek. Itt felraktam a 4 legnépszerűbb olyan szoftvert, amivel jó fotometriát lehet csinálni. Ebből sajnálatos módon a középső 2 az például pénzbe kerül. A legelső az ingyenes Windows-os, a legalsó pedig ingyenes, ám Unix-os szoftver.
Na akkor kezdjünk bele, hogy megvan a felszerelésünk, akkor hogyan kell hozzáállni a fotometriához. Először is el kell készíteni a képeket magukat. Ha valaki, biztos sokan csináltak már ilyen rendes asztrofotókat, az asztrofotóknál is most nagyon sok plusz dolgot kell csinálni, hogy azok szépek legyenek. Például kell csinálni egy csomó olyan képet, ami nem ábrázol semmit, és teljesen feleslegesnek tűnnek, de majd a kiértékelésnél nagyon fontosak lesznek. Itt három ilyen típusú képet kell készíteni. Van egy úgynevezett offset kép, a másik a sötét kép, és van egy flat kép. Az offset kép az hivatalosan az egy nulla expozíciós idejű kép, ami arra szolgál, hogy a elektronikának a zaját meg lehessen határozni. Ugye itt a fotometriánál nagyon fontos, hogy tudjuk, hogy mennyi zaj van a képen, és mi az, ami nem zaj, mert azt keressük a fényességben. A DSLR fényképezőgépek esetén, sajnos nem lehet olyat mondani a fényképezőnek, hogy nulla idejű expozíciót csináljon. Hát el lehet mondani, hogy akkor nem készül kép. És erre mindig azt tanácsolják, hogy akkor exponáljuk a lehető legrövidebb ideig. Az offset ez ilyen úgy készül, hogy a fényképezőgépet letakarom, hogy nehogy véletlenül fény kerüljön bele. Csinálok egy nagyon rövid idejű, teljesen sötét képet. Ez fogja az elektronika kiolvasási zajt, meg ilyeneket tartalmazni. Aztán utána még mindig fényképezőgép, a nagy sötét semmit fényképezi, de most már hosszú expozíciós idővel. Tehát eleve tervezem azt, hogy milyen expozíciós időket fogok fényképezni, és csinálok sötét képeket. A sötét képek, ezek majd másmilyen típusú zajokat fognak tartalmazni. Ez majd a érzékelő, a CMOS érzékelőnek a saját zaját fogja meghatározni, hogy mi lenne, hogyha ugyanolyan expozíciós időt fényképeznék, csak nem látnék semmit, csak sötétet, és ezen is csak zaj van. Később ezek nagyon fontosak lesznek a feldolgozás során. Szintén még ebből a sötét képből derülnek ki, hogy hol van hiba a fényképezőgépemben. A hibák úgy szoktak jelentkezni, hogy a sötét képen ilyen nagyon fényes pöttyök vannak. Ugye, hogyha csillagos égről készítek egy képet, és azon vannak felesleges fényes pöttyök, az nagyon zavaró lehet, mert azt hihetem, hogy felfedeztem valami furcsa fényes dolgot, pedig nem, ez a fényképezőgépnek a hibái. A sötét kép ezt majd nagyon jól megmutatja. Hát léteznek különböző stratégiák, hogy ezeket a képet nem tartalmazó fotókat hogyan kell elkészíteni. Ugye mivel ezek zajokat tartalmaznak, ezek a felvételek, ezeknél az a jó, hogyha a tényleges fotókkal közel ugyanolyan állapotba készülnek, ugyanolyan hőmérsékleten, ugyanolyan körülmények közt. Ezért van többféle stratégia, hogy kell elkészíteni őket. Van, aki úgy csinálja, hogy az észlelés sorozat elején csinál néhány ilyen képet, meg a végén, vagy esetleg még a közepén is, de az is lehet, hogy minden kép között csinál, az mondjuk időben nagyon kevéssé optimális, mert akkor az észlelés időből megy el a sötét képek készítésének ideje. Most egy nagyon kritikus, amit egy átlagos asztrofotós például nem feltétlen szokott megcsinálni, a flat kép. A flat kép az maga az optikai rendszernek a hibáit próbálja korrigálni. A flat kép az arról szól, hogy veszek egy olyan felületet, ami teljesen egyforma fényes, és arról csinálok fényképet. Most ha egy teljesen
egyforma fényességű képet fotózok, akkor a végén mindenféle az optikai fényútba belekerülő hibákat találom a fényképen. Általában a legerősebb ilyen a vinyettálódás. Tehát a távcső optikája valahogy vinyettál, és azt maga a képen meg fog jelenni, úgyhogy a széle a képnek sötétebb lesz. Ezen a fedképen megjelennek például a sötét pixelek, azok a fényképező érzékelőben azok a pixelek, amik használhatatlanak, amik hiába világítok, meg feketék maradnak. És jó pár ilyen egyéb probléma is belekerül. Na most ez egy nehéz kérdés, hogy hogyan lehet ilyen fényképet jót csinálni, mivel hogy nekünk kéne produkálni egy teljesen egyforma fényességű felületet. Vannak különböző módszerek, általában ez a 4 módszer szokott létezni, amit használnak ilyen módszer, ilyenre. Az első, az a teljesen kék valami, azt mondják, hogy a szürkületi vagy a hajnali égbolt a naplemente után, illetve napkelte előtt 15 perccel, az viszonylag egyenletes fényességének mondható, hogyha jó messze nézek a nap irányától. Tehát ha ilyenről csinálok fényképet, akkor az ilyen képnek remekül betudható. Most ebben nekem személy szerint mindig azt szokott a problémám lenni, hogy általában a munkából ilyenkor még nem érek haza, mikor ilyen állapot uralkodik. Tehát ilyet nehezen szoktam csinálni. Másik, amit szoktak csinálni, hogy vesznek egy teljesen fehér, ilyen vetítővászonhoz hasonló lapot, és azt arra állítják rá a távcsőt, és azt fényképezi a távcső. Ad abszurdum, egy fehér pólót is lehet helyére rakni, hogyha más nincs az embernek. De ehhez az kell, hogy legyen egy ilyen, ez nem feltétlenül könnyen beszerezhető. Ami nagyon népszerű, viszont elő kell állítani, mert ilyet nem láttam, hogy bárki is gyártan, ez a Lightbox, ami egy olyan doboz, amiben lámpák vannak, és ilyen különböző félig áteresztő lapokon keresztül megpróbál egyenletesre szétteríteni a lámpák fényét, és azt fényképezi a távcsővel. A negyedik, amit én még ilyet még nem láttam, csak olvastam róla, van ilyen elektroluminescens, szerintem nincs is rendes magyar neve ennek a dolognak, ilyen fólia, ami elektromosság hatására fényleni kezd, és állítólag ez egy nagyon jó. Ahogy láttam az interneten, Németországban lehet is kapni ilyet. No, ennyit a fletek készítés. Később majd azt meglátjuk, hogy mire jók ezek egyáltalán. Most ez egy olyan flat kép, amit a szürkületi esti égbolton csináltam, és ezen látszik, hogy ez mennyire nem egyenletes, ez még erősen skálázva van. Az én távcsővemnek látszik, hogy akkora a vinyettálódása, hogy a szélén a közepéhez képest majdnem 20%-kal kevesebb fény esik. A monitoron jobban látszik. Tehát ebből látszik, hogy mennyire fontos ilyen flat képeket csinálni. Hopp, itt kimaradt egy dia, ami arról volt szó, hogy és akkor most csináljuk meg az égboltról a képeket, a kiválasztott objektumokról. Most tételezzük fel, hogy megcsináltuk a képeket azokról a területekről, ahol fényességeket akarunk mérni. Utána bezárjuk a csillagvizsgálót, kialusszuk magunkat, és utána kezdődik a képfeldolgozás, ami elég elrettentő tud lenni mindenki számára, mivel sokkal hosszabb ideig tart, mint a képeknek az előállítása. Szilárd is bólogat, ez sokkal, sokkal hosszabb ideig tud. A képfeldolgozás, az első pár lépés, az teljesen olyan, mint a hagyományos asztrofotózásnál. A sötét képet levonjuk,
flat képekkel korrigáljuk. Itt használjuk azokat a képeket, amit készítettünk, és nem az objektumunkról. A sötét képet, a flat képet, ezekkel mind korrigáljuk az eredeti képeket. DSLR fényképezőgépekről van szó, tehát itt át kell alakítani hagyományos színes képekké őket, mert eddig ilyen furcsa mátrixba helyezkednek el a DSLR fényképezőgépek érzékelőjén, a színes érzékelő mátrix, vagy pixelek. Utána pedig, ha egy objektumról több képet csináltunk, és nem egyet, akkor azokat össze kell adogatni. És utána, amit az asztrofotósok már nem nagyon szoktak megcsinálni, föl kell három külön színre bontani. Ja, nagyon fontos, hogy a fotometriánál én nem egy nagy, általános, csak úgy valamilyen fényességet mérek, hanem hogy a fényképezőgépben három különböző színem van, három különböző színben mérem a fényességet. És ez már látszik, hogy itt túlmutat a vizuális észleléseken, hogy itt már sokkal több információt fogok a mérésből kihozni, mint ha csak vizuálisan nézném. De ez nem bonyolult, ezeket a lépéseket egy normálisan asztrofotózásnál is majdnem mindegyiket megcsinálja az ember. Ezután jön az, amit már csak itt fogunk megcsinálni, maga a fotometria. És innentől kezd egészen technikaivá válni a dolog. Az első lépés, hogy meg kell határozni az instrumentális magnitudókat. Ez egy olyan fogalom, ami kifejezetten a fotometriához lett kitalálva. Az instrumentális magnitudó az mindössze annyit jelent, hogy megszámolom, hogy a megmérendő objektum képében azok a értékek, amik ott a fényképen vannak, azok összesen mennyit adnak. Tehát összegzem a képeket. Megszámolom, hogy milyen fényességű az, amit mérni akarok. Ez ugye digitális technikáról van szó, egy nagyon egyszerű összeadásnak tűnik, és ez valamilyen intenzitás, és ebből a magnitudó számítás szabálya szerint képzek egy magnitudó értéket. Az instrumentális magnitudó az valójában semmit nem mond még egyelőre, mert csak annyit mond, hogy az én fényképemen, azon az adott fényképen annak az objektumnak a fényessége valamennyi. Ezt majd további mindenféle átalakításnak fogjuk alávetni. Hogyan lehet megmérni vagy összeadogatni ezeket az értékeket? Erre kétféle módszer létezik, az egyik az pontos, a másik meg ilyen olyan, ami, hogyha az első nem működik, akkor használjuk azt. Az első az apertúra fotometria, a másik meg egy ilyen point spread function nevű eljárás. Általában az egyszerűbb és a tényleg precízebb az apertúra fotometria. Ezt úgy csináljuk, hogy konkrétan a szoftver csinálja, amelyeket használjuk, hogy a mérendő csillag köré köröket rajzolunk, és a köröken belül levő pixeleknek az értékeit összeadjuk. Azért kell több kört rajzolni, mert az égi hátteret ebből persze le kell vonni, mert nem csak a csillagfényét akarjuk meghatározni, az égi hátteret nem. És hát ilyen trükkös módszer van, hogy a legbelső kör az körülbelül akkora, mint amekkora a csillag maga. Van a második körgyűrű, azt nem használjuk semmire. Az azért van, hogyha a csillagnak lenne valami közeli kísérője, az ki lehessen zárni a mérésből. És van a legkülső körgyűrű, az pedig arra használjuk, hogy az égi hátteret számoljuk ott össze. Azt meg úgy kell beállítani ezeknek a méretét, hogy a égi háttér számoló körben ne essen már másik csillag. Na most ez nem egy bonyolult dolog, ezt a szoftver megcsinálja, kivéve ha. Vannak olyan kivételek, amikor nem tudjuk ezt megcsinálni, tehát tétel mondjuk tejút közepén nézek, és akkor nem ilyen kevés csillag van a képemen, hanem olyan sűrűn vannak a csillagok, hogy akárhogy húzhatok ilyen karikákat, ott nem találok olyan helyet, ahol ne lenne
az égi háttérben benne másik csillag. Vagy pedig van egy nagyon közeli kísérője a csillagnak, és azt Istennek nem bírom úgy kizárni ezekből az apertúrákból, hogy ezt meg tudjam mérni. Vagy van egy harmadik, amikor véletlenül túlexponálom a csillagot, és akkor a csillag fényessége az nem lesz egy igazi mérhető, mert hiányoznak attól, hogy nem tudja egy maximumnál többet számolni pixelenként. Ilyen esetekben használható, de megjegyzem, hogy továbbra is, hogy ez ilyen utolsó mencsvár csak, ez a PSF módszer, ami abból áll, hogy a csillag képét megpróbálja lemodellezni. Ugye ez a feltételezés, hogy a csillag kép ez egy ilyen Gauss harangörbeként jelenik meg a képen, és a PSF ez egy olyan módszer, hogy megpróbálja egy modellt állítani a általam fényképezett csillagra, és a modellből számolja, hogy mennyi lenne a csillag fényessége, hogyha olyan lenne valójában. Na most kezd kellemetlen lenni a fotometria rész, mert eddig még a szoftver még sok mindent megcsinált, és van már instrumentális magnitudónk, ami még semmit nem mond a tényleges fényességről. Tehát tudjuk, hogy aki vizuálisan végzett már fényességmérést, az mindenképp tudja, hogy fényességet azt nem úgy mérünk, hogy megnézzük, hogy milyen a fényesség, hanem összehasonlítunk más ismert fényességű objektummal azt, amit szeretnénk megmérni. De ehhez kellenek más ismert fényességű objektumok. Ezeket összehasonlító csillagoknak szoktuk mondani. De hol találok én olyat, amiről tudom, hogy mennyi az összehasonlító? Erről, mivel ez egy eléggé kritikus része a fotometriának, ezért erre is szentelünk egy kis figyelmet. Először is vannak ismérvei annak, hogy a ilyen összehasonlítónak miket kell tudnia. Hát az adott, hogy ismerjem a fényességét, mivel DSLR gépen van, ezért ad 3 különböző színű mérési adatot, tehát nekem az összehasonlítót is 3 különböző színben kell ismernem. Az is kell, hogy az összehasonlító az elég közel legyen a mérendő objektumhoz. Ez később majd lesz arról szó, hogy miért kell, hogy közel legyen, illetve mi a probléma akkor, amikor nincsen túl közel. Az is kell, hogy az összehasonlító az ne legyen valami nagyon extrém színű objektum, mert az nagyon eltorzíthatja a mérést. Valamint azt is könnyen tudjam, az összehasonlítót is könnyen tudjam mérni. Most hol találok ilyen adatokat? Aki változó csillagészleléssel foglalkozott már, vagy próbálkozott, az tudja, hogy az amerikai változó észlelő szervezetnél lehet térképeket különböző változó objektumokról generálni. Ezekhez a térképekhez általában le lehet kérni az ott megtalált összehasonlító csillagoknak a különböző színben mért fényességeiket is. Általában olyan táblázatot kapunk, B, V, R, I, különböző színű, meg még U is ott az elején. Tehát a térképen meg tudjuk nézni, hogy melyik összehasonlító csillagnak milyen a fényessége. De most az már itt ezen a példán is nagyon jól látszik, hogy vannak olyan oszlopok, tipikusan például az R fényességérték oszlop, ahol azért elég hiányos a táblázat, és egy nagyon rossz tapasztalat volt, hogy általában a B és V színekben vannak jó összehasonlító értékek, de R-ben nem olyan sokan vannak. Rosszabb a helyzet, ha valami olyan objektumot akarunk megmérni, amihez például ebbe a térképkészítő weboldalon egyáltalán nincsenek összehasonlítók. Ilyenkor teljesen
neki kell állni, és magunknak keresni ilyeneket. Ez a következő módon történhet, hogy előkeresünk különböző csillagkatalógusokat. Ez a CDS nevű weboldal, egy Strasbourgban működő szerver, ahol gyakorlatilag kb. 9-10 ezer katalógus kezelése van megoldva. És ott nekiállunk és böngészünk a különböző katalógusokat, hogy milyen fényességértékeket mondanak az egyes csillagokra, és próbálunk választani megfelelő összehasonlítókat. Na most ez úgy elsőre nem tűnik olyan bonyolultnak, csak ezek a katalógusok ezek általában egymásnak ellentmondó adatokat tartalmaznak. Van olyan katalógus, ami még saját magával is ellentmondó adatokat tartalmaz, tehát ez egy az, hogy valaki összehasonlítókat keressen egy objektumhoz, az eléggé sziszifuszi munka szokott lenni. A harmadik lehetőség az, hogy feladom a keresgélést, és megpróbálom megmérni saját magamnak az összehasonlítókat. Hát valószínűleg ez a legnehezebb a három közül. Azt ugye elsőre nem ajánlom senkinek, hogy megpróbáljon, mert az még ez külön extra dolgok kellene. Tehát tételezzük föl, hogy nagy nehezen találtunk összehasonlító csillagokat, és akkor milyen eredmények szükségesek. Eleve is általában az a szokás, hogy nem egy összehasonlító csillagot választok, hanem egyből kettőt. Van egy, amihez majd a mérendő objektumomat fogom összehasonlítani, és van egy másik, ami az egész módszernek az ellenőrzésére szolgál, hogy tényleg jól csinálom-e a mérést. És általában két értéket fogok kiszámolni. Az egyik, ami az összehasonlító és a változó, vagy a mérendő objektum közt különbsége, az ez. A másik pedig, ami a összehasonlító, meg az ellenőr csillag fényességének különbsége. Miért fontos ez? Ez a második érték, ez látszik, hogy elfben, mivel mind a kettő állandó fényű összehasonlító objektum, ennek egy konstans egyenesnek kéne lenni. Valójában pedig a légkör, meg mindenféle hibák hatására ez egy nagyon enyhén változni fog. Tehát ez az információ fogja hordozni azt, hogy mennyire pontos a mérésem. Azt szokták ajánlani egyébként, hogy a fényességmérés pontosságának nagyjából megadhatom ennek a bizonytalanságát, az egy elég jó becslés. Az mindjárt később azt is meglátjuk, hogy ez még a legegyszerűbb módja a pontosság mérésének, mert az megint egy komplikált dolog. Na most ez így nagyon egyszerűen hangzik, azonban nagyon sok esetben az összehasonlító csillagok sem kellő pontossággal vannak meghatározva. Ha az ember fog egy ilyen térképet, ami korábban volt, és megpróbálja a mérendő objektumot hasonlítani több különböző összehasonlítóhoz, akkor kiderül, hogy hát azok nem mindig ugyanazt az eredményt adják. Ilyenkor van egy olyan lehetőség, hogyha nem vagyok benne biztos, hogy az összehasonlító elég pontosan van megadva, vagy akár a másik, hogy azt is ajánlják, amikor nagy a fényességkülönbség az összehasonlító meg a mérendő objektum közt, akkor ne egy összehasonlítót használjak, hanem sokat, minél többet, annál jobb. És ha több összehasonlítót használok, akkor a mérés során egy ilyen átlagos, virtuális összehasonlítóhoz tudom majd a mérendő objektumot hasonlítani. Ezt ensemble fotometriának hívják. És hát itt egy ábra, hogy amikor kimérek egy területen több ismert fényességű összehasonlító csillagot, akkor azok az ideális egyenestől, amin kéne, hogy ezek megjelenjenek, azért némileg eltérnek. Ebben egyetlen baj van, hogy sok összehasonlító használata az körülbelül az összehasonlítók számával megszorozza a feldolgozási időmet. Tehát ez még kényelmetlenebbé teszi az egészet. Na most,
ebben még mindig nagyon szép, hogy most már az összehasonlító csillag és a mérendő objektumon közti magnitudó különbséget meg tudom határozni a kettő instrumentális magnitudóiból, de ez még nem mondja meg nekem a csillag igazi fényességét. Megmondaná, hogyha én ehhez hozzáadnám az összehasonlító csillagnak a fényességét, csak van egy kis probléma, hogy a DSLR fényképezőgépben három különböző színen van, az RG és meg a B, viszont az összehasonlító csillagok nem ilyen színképtartományokban vannak megadva. Na most akkor az olyan, mintha egy almát meg a körtét próbálnék egymásból kivonni, ami hát lehet, hogy valaki tud ilyet, de ez azért nem teljesen törvényszerű dolog. Ekkor valami nagyon furcsa dolgot kell csinálni, standard magnitudókká kell alakítani azt, amit eddig számoltunk. Tehát kell az én általam mért meg számolt fényességeket most átalakítani olyan színképtartományba, amit később majd általánosan tudok használni. Ez megint egy eléggé érdekes és időrabló procedúra. És az, hogy értsük, hogy miről van szó, ugye a csillagászatban a fényességmérésre különböző szűrőket határoznak meg, és a szűrők nagyon precízen meg vannak határozva, hogy a színkép tartománynak melyik részét fedik le. Az általánosan használt UBVR-i Johnson szűrőknek ez a szabályos áteresztési görbéi. Most összehasonlításképpen egy átlagos DSLR fényképezőgép, ez a 350D Canon, az a RGB szűrői ilyen tartományt fednek le. És ha összehasonlítjuk a kettőt, akkor látjuk, hogy a G meg a V szűrők azok nem is olyan nagyon térnek el egymáshoz, viszont a B szűrők meg az R szűrők azok hát nagyon, nagyon nem ugyanazt a frekvenciatartományt fedik le. Tehát itt szükség van arra, hogy én az általam használt RGB tartományt átalakítsam a szabványos Johnson szűrők tartományába. Miért van erre? Azért van erre szükség, mert az én méréseimet szeretném mások méréseivel összehasonlítani, és ha nem ugyanabba a tartományba mérjük, akkor az nem lesz összehasonlítható, csak akkor lesz összehasonlítható, ha én ugyanabba a szűrőtartományba fogom tudni konvertálni. Na most, ez most jön az elrettentő része a dolognak. Ez a négy képlet az, ami megmondja, hogy hogy kell konvertálni általam mért, a kisbetűsök az általam mért értékek, és a nagybetűsök pedig a számolt, valamint az ismert értékek. Most nem magyaráznám részletesen, mert valószínűleg senkit nem érdekel annyira. Akit meg érdekel, az meg úgy is tudja, hogy miről van szó. Tehát egy ennyire bonyolult képlettel kell átkonvertálni az általam mért fényességértékeket szabványos fényességértékekre. Itt egyetlen bökkenő van, hogy ebben van három darab konstans, a TVR, TV meg a TBV, ami nem ismert előre. Ezek az én optikai rendszeremnek az állandói, ami viszont előre nem tudok, ezt valahogy meg kell határozni, ezek a távcső konstansaim. Tehát valamit kell csinálni, hogy én ezeket a konstansokat ismerjem. Itt van egy példa ezekre a távcső konstansokra. Ezt általában úgy szokta az ember meghatározni, hogy választ az ember egy olyan területet, ahol ismert fényességű csillagok vannak, azokról készít fényképeket, és utána az előző oldalon mutatott egyenletek be alapján megpróbálja meghatározni a már ismert fényességű objektumokról ezeket a konstansokat. Na most a konstansok meghatározása az viszonylag sok méréssel meg számolással jár.
és ilyen grafikonok jönnek be, ez a konstansok ezeknek a grafikonoknak a meredekségét jelenti. Az is látszik, hogy a mért meg tehát általam mért meg a hivatalosan megadott fényességértékek, azok egy egyenesen kéne, hogy elhelyezkedjenek, ehhez képest elég nagy a szórásuk. Tehát ebből is látszik, hogy azért a DSLR fényképező gépeknél azért óvatosan kell kezelni ezeket a fényességértékeket. Most annyi biztató a dologban, hogy én láttam amatőr CCD ilyen távcső konstansokhoz tartozó ilyen grafikonokat, nem sokkal jobbak ennél. Jobbak természetesen, de nem olyan sokkal jobbak, mint ahogy az ember azt gondolná. Tehát annyira nem rossz a helyzet. Tehát azért valamit mutat, hogy nem teljesen jó a DSLR fényképezőgép, nagyon nagy pontosságú mérésekre, de azért nem teljesen rossz sem. Hol találok én ilyen területeket, amiket lehet fényképezni? Most kifejezetten fotometriára mértek ilyen területeket többen is. A legismertebbek a Arlo Landolt által 92-ben publikált lista, amin felsorol nagyon sok ilyen mérhető területet. Meg egyetlen problémája van, hogy ezek a területek ezek mind pontosan a égi egyenlítőn helyezkednek el. Ennek nyilván az volt az oka, hogy bármelyik féltekéről lehessen ilyeneket mérni, viszont ez nálunk kellemetlen, mert nem túl magasan vannak, tehát a légkörnek a elnyelése azért bejátszik az, hogy jó képeket tudjak csinálni. Másik lehetőség, hogy vannak ismert nyílt halmazok, amikre szintén születtek ilyen katalógusok, amiben ismert halmaztagoknak a fényességeit sorolják föl. Ezek interneten elérhetőek, ezek a dolgok. Még további probléma az, korábban mondtam, hogy nagyon fontos, hogy a mérendő objektumon meg az összehasonlító objektumon közel legyenek egymáshoz. Hogyha nincsen ilyen, tehát mondjuk nagyon fényes csillagokat mérek, ami egymástól viszonylag nagy távolságra vannak, akkor ott már egy újabb kellemetlen hatás is fellép, a légköri fényelnyelés. Ugye a különböző magasság, horizontfeletti magasságban levő objektumoknak a fényét a légkör különbözőképpen nyeli el. Tehát, hogy a két objektumon nagy távolságra van egymástól és különböző horizontfeletti magasságban, akkor az egész eddigi módszer, amit használtunk, az már nem teljesen lesz igaz. Ilyen esetben sokkal bonyolultabbá válik a fotometria, meg a standardizálás. Még annyira, hogy a korábbi 3 távcsőkonstans helyett most 9 távcsőkonstansom lesz, ami ugye az alapképletek ezt tartalmazzák. Ezt most nem részletezem, hogy kell ezeket meghatározni. Ez viszonylag ritkán használják. Értve az a ritkán az nem feltétlenül igaz, mert hogyha egy nagyon kicsit teleobjektívvel fényképezek, ott már bizony előjöhet ez a hatás. De ez itt a legelrettentőbb képlet. A fotometriában az a egyik nagy előny, hogy meg tudom mondani, hogy milyen pontosan mértem a objektumnak a fényességét. Míg a vizuális észleléseknél általában nem szoktam ilyet mondani, a fotometriánál nem csak hogy lehet, de kötelező is megmondani, hogy milyen pontossággal mértem. Mi az, ami az észlelés pontosságát rontja? Hát elég sok dolog. Itt felsoroltam pár olyan dolgot, ami a mérési hibákat okozhat a fotometriában. Valahol láttam az interneten egy cikket, ahol körülbelül 3-szor ennyi hibaforrás sorol még föl. Gyakorlatilag ezeket lehetetlen kiküszöbölni, sőt, hát
vannak fizikai elvek, amik azt mondják, hogy nem is lehet mindet. A legelső az, hogy a maga csillagfénye, az nem egyenletesen jönnek a fotonok a csillagokról, hanem egy úgynevezett Poisson eloszlásba, ami mindenképpen azt mondja, hogy nem tudom a csillagfényét egy bizonyos pontosságnál jobban megmérni. Ezt hívják nagyon sztohasztikus zajnak, vagy nagyon sztohasztikus folyamatok okozzák ezt. Ezt a zajt nagy mértékben csökkenti az, hogy a égi hátteret levonom a csillagképéből, meg ott nem csak, hogy csökkenti, de a fénykép, meg a égi háttér méréséből tudom becsülni ezt a zajt. Van a feldolgozó elektronikának a sötét árama, azt a sötét képpel tudom becsülni, hogy mekkora az a hiba. Van a digitalizáláskor létrejövő kiolvasási és digitalizálási hiba. Ez az, amit az offset kép, amit az elején csináltunk, ez fogja megmondani, hogy ez a hiba mekkora. A többi háromról azokat már nem is nagyon tudom becsülni. És akkor van egy elvi képlet, hogy megmondja, hogy a jel per zaj viszonyom ezek alapján, a becsült hibák alapján mennyi. Ez egy szintén elrettentő képlet, és ráadásul ezt így ebben a formában senki nem is használja, mert gyakorlatilag ez egy használhatatlan képlet. Inkább más módszerek után szoktunk nézni, hogy a hibát hogyan tudjuk megbecsülni. Ezek se szebb képletek. Amikor az összehasonlítókkal foglalkoztunk, ott láttuk, hogy az összehasonlító meg az ellenőrző csillag fényességének különbsége az viszonylag mond valamit arról, hogy milyen az észlelési pontosságom. A felső képlet az arról szól, hogy az alapján hogyan kell megmondani a hibáját a mérésemnek. Ez gyakorlati szempontból ez egy nagyon jó használható módszer. A másik, hogyha nem, az akkor használható, amikor én egy éjszaka, egy adott objektumnak a egész éjszakai változását akarom mérni, és nekem az összehasonlítós, az ellenőrző csillag fényesség különbségét egész éjszaka folyamatosan tudom mérni. Na most, ha nem ilyeneket fényképeket csinálok, hanem egyedi, több objektumról csinálok fényképeket, akkor azt lehet csinálni, hogy nem egy képet csinálok egy objektumról, hanem több képet. Ezért is mondtam az elején, hogy össze kell adogatni a képeket, mert csinálhatnák egy hosszú expozíciósat is, de jobb, hogyha sok rövidebb expozíciósat csinálom, összeadom őket, és akkor az eredeti sok rövidebb expozíciós képből tudok hibát becsülni, tudom becsülni a mérési hibát, hát úgy, hogy a felső képlet meg a alsó képlet együtt adja, hogy mennyi a mérési hiba. És egy nagyon bölcs mondás, ami zárszó gyanánt, mert nem valami neves ember mondott, hanem az alsó CCD menüelben szerepel a középtájon. Most köszönöm szépen, most sajnálatos módon ez egy ilyen nagyon előadás jellegűre sikeredett, pedig eredetileg azt szerettem volna, hogy inkább kerekasztal beszélgetéssé fajul a dolog, de és még a fennmaradó mínusz 2 percben szívesen várok kérdéseket.